Elakadt a növekedés helyreállása tavaly a negyedik negyedévben. 2023-ban 0,9%-kal csökkent a GDP, ezzel 2020 után ismét recesszióba került a magyar gazdaság. Pecsnik Mária Zitát kérdezzük. A pénzügykutató ZRT tudományos főmunkatársát, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Meglepte az adat? Az elemzések előzetesen jobbat vártak, legalábbis a legtöbb. Igen, mindenki jobbat várt ennél. Én azért figyelve a részadatokat úgy gondoltam, hogy nagyobb lesz a visszaesés, mint amit a kormány bemondott utoljára, tavaly decemberben, ugye, hogy 0,4%-os csökkenés lesz. Ez lett volna az a pozitív nulla. Na most ennek több, mint a kétszerese következett be. És ennek hát több érdekessége van, az egyik például az, hogy az Európai Unióban előzetes adatok szerint a magyar gazdaságban volt a harmadik legnagyobb visszaesés. A régión belül a legnagyobb visszaesésünk van. Miközben nálunk, tehát ezen majdnem 1%-os csökkenés következett be, Romániában, Bulgáriában 2%-os növekedés van, Szlovákiában is van egy 1%-os növekedés, Szlovéniában is, tehát a környékbelieknél, sőt, különösen ugye annak a hatása, hogy az, hogy ezek az országok, tehát Bulgária, Románia, Szlovákia mögöttünk vannak az egyfőreitő GDP szerinti sorban, ezek most lehet, hogy behoznak bennünket. Sőt, az Európai Unió egészében is volt egy 0,5%-os növekedés. Tény, hogy nagyon rossz volt az év, de azért, ha az Unió átlaga növekszik, mi meg csökkenünk, akkor ez nem a felzárkózásnak a gyorsítása, hanem a leszakadásnak mi a jele. Mi ennek az oka? Mert egyébként megszólaltak kormány oldalról és kommentálták az adatot. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, hogy a GDP megtorpanása átmeneti, azt a külső piacok gyengélkedése és a magas reálkamat okozta. Varga Mihály pénzügyminiszter is megszólalt, a káros külső hatások 0,8%-kal mérsékelték a magyar gazdaság teljesítményét. Ez a két reakció. Igen, hát először is, hogy itt nem arról van szó, hogy megtorpant a magyar gazdaság növekedése, hanem a növekedés helyett visszaesés következett be. A másik, amit a Nagy Márton mond, hogy a külső körülmények, ugye ők mindig, ez az alap receptje a kormánynak, hogyha valami rossz van, akkor ahol nekik semmi közük ahhoz, mindig csak a külső körülmények, és ha valami jó történik, azt pedig azt mindig saját maguknak tulajdonítják ebben az esetben is. Tehát a kedvezőtlen, főleg a német gazdaság kedvezőtlen növeked, tényleg, a tény, a német gazdaság is, hát hogy mondjam, hogy hát nagyon nehéz helyzetben van, tehát ott is valószínű, hogy visszaesés volt, nem ekkora, mint nálunk, de hogyha De a többieknek, a német gazdaság, a csehek is benne vannak a német gazdaságban, tehát a többi régió belül is benne van, és akkor rájuk nem hatott ilyen mértékben. A másik, amivel indokolta, és ez is teljesen jellemző rá, hogy oda rúgjon még valamit a Nemzeti Banknak, hogy a magas pozitív reálkamatok miatt nem tudott beindulni a hitelezés és a növekedés. Na most a kamatlábak ugye akkor pozitívak, a reál kamatláb akkor pozitív, hogyha a kamat szint magasabb, mint az infláció. Ez tényleg nem ösztönzi a befektetéseket, de ez az elmúlt év második felében mutatkozott csak meg, akkor, amikor az infláció lefelé tendált. Tehát nem jellemezte az egész évet. Másrészt ahhoz, hogy beruházásokat indítsanak, annak számtalan oka van, előidézője lehet, számtalan feltétele lehet, nem csak az, hogy mekkora a kamatláb, meg a reál kamatláb, hanem például, hogy kiszámítható gazdasági környezet él, létezik, a kormány nem hoz adhok intézkedéseket, össze-vissza döntéseket, egyik éjjelről a másikra, ugye, vagy éjjelről a nappalra hoz magyar közlönybe olyan döntéseket, amivel senki nem számít. Tehát, hogyha az általános környezet és a piaci környezet, mert piaci beavatkozások is vannak, nem kedveznek, akkor ez csak egyetlen tényező a beruházás indítás befolyásolásának. Hogy lesz ebből 4% vagy 3%, mert hogy mást is mondott Nagy Márton is és Varga Mihály, és azt mondja Nagy Márton, hogy az idei cél továbbra is a 4%-os gazdasági növekedés, Varga Mihály 3-4%-ot vár. Mi oszhat itt nagyobb bővülést, megmentheti a magyar gazdaságot az akkumulátorgyártás, vagy ezek a külföldi beruházások?
Hát nagyon nehéz, ugye az, arra bazíroznak, hogy majd a reál keresetek emelkedése és a reál jövedelmeknek az emelkedése majd beindítja a fogyasztást, és a fogyasztás emelkedése majd még extra rásegítésekkel növeli a beruházásokat is. Na most az a helyzet, hogy a reál keresetek szeptember óta, tehát tavaly szeptember óta már emelkedtek. Ezzel szemben nem láttuk a fogyasztásnak a növekedését. A kiskereskedelmi forgalom az továbbra is 100% alatti indexeket mutatott, tehát csökkenést jelzett, az utolsó negyed évben is csökkenést jelzett, bár a csökkenés mértéke mérséklődött. Tehát nem olyan egyszerű összefüggés létezik, hogy akkor majd jobb a jövedelem, és akkor többet fogyasztunk, mert például az is egy fontos elem, hogy ha javul a jövedelmi helyzet, akkor azok, akik a korábbi megtakarításaik felélésével pótolták ki a fogyasztásukat, azok hát most azért a megtakarításokat próbálják majd pótolni, és még egy nagyon fontos dolog, hogy annyira különböző és szélsőséges a magyar társadalomban a jövedelmeknek az eloszlása, hogy azok, akiknek tényleg van jövedelmük, azok már nem tudják hova növelni a fogyasztásukat, akik meg tudnák a fogyasztásukat növelni, azoknak meg nincsen jövedelmük. Tehát nagyon-nagyon kérdéses a fogyasztás alakulása, kérdéses a külső körülmény. Hát hogyha ha az elmúlt évben a német gazdaság recesszióban volt, és most már megint vannak olyan jelek, azt mondják, hogy ebben az évben is recesszió lesz, és az okozta a mi recessziónkat, akkor miért gondoljuk, hogy mi ezzel gyökeresen szembe tudunk menni? Van egy másik friss adatunk, ez pedig a januári infláció, ez kedvezőbb, mint a GDP adat, 3,8%. Ez mennyire lepte meg egyébként? Ez nagyon meglepett, egyáltalán nem számoltam, sem én, sem a többi előrejelző ezzel. Pontosan ugyanúgy, ahogy a decemberi árindex is meglepett bennünket. Mennyivel számolt? A decemberi az 5,5 volt, és számoltak 5,96-tal, én 4,2-4,3-mal számoltam, tehát ilyen 4-5 pontos különbségek adottak decemberben is és januárban is, a kettő együtt már majdnem 1% pontot jelent. Na most ennyi ember azért nem téved. Szóval ezeket akkor az miért, adatokat én nem tartom hitelesnek ezeket az adatokat. Nem tartom. A decemberi árindex úgy alakult ki, hogy decemberben azt hozta ki a statisztikai hivatal, hogy az élelmiszerek többségének decemberben, novemberhez képest csökkent az ára, hogy csökkent a baromfihús, a marhahús, a tej, a tojás, a tejtermék, a vaj, a liszt, a kenyér, a péksütemény, a cukor, a mákadió ár szintje csökkent abban a hónapban, amikor a kereslet azért élénkült. Látjuk a kiskereskedelmi forgalom adatai alapján, hogy az élelmiszer kereslet az tényleg élénkült, amikor karácsonyi van és hanuka van, mikor ünnepre készülnek, amikor erejükön túlmenően is vásárolnak az emberek, tehát a kereslet húzza az árakat, akkor ezek nem csökkenhetnek. És olyan árcsökkenés mutatott ki ebben a hónapban 0,3%-os, ami nem volt jellemző korábban, csak a deflációs időszakokban. És nem hiszem el a januárit sem. Akkor mi történt? Nagy Márta úgy reagált, hogy letörte az inflációt a kormány. Ugye itt az online árfigyelőrendszert említette, a kötelező akciózást említette, amivel megszüntette az ár profit spirál. Tehát azt mondta, hogy gyakorlatilag összeomlott gazdasági szempontból az infláció, már nem jelent problémát. Akkor mi történt? Hát az történt, hogy ő azt mondta, hogy ennyi legyen, és annyi lett. Tehát így törte le. Az 5,5%-os decemberi árindex azért volt fontos, hogy kisebb legyen, mint ami a várakozás volt. Tehát, hogy azt mutassák ki, hogy decemberre csökkentek az árak ebben a nagyon széles élelmiszertermékkörbe is, mert a decemberi árindex határozta meg azt, hogy mekkora lesz az áthúzódó hatás 2024-re. Ez világos, de hogyha mondjuk akkor ezt tud mondani, hogy ez így legyen. Ez 3,1 lett,
ez az áthúzódó hatás januárra, és ehhez azt mutatták ki, hogy egy ilyen nagyon erőteljes inflációs környezetben a havi árindex az csak 0,7%-on, megint nem hiszek el. Tehát akkor azt mondja, hogy manipulálják én a, szerintem az adatokat. Nem nagyon, csak egy kicsit kell, 10%-okkal, de ezek a 10%-ok összeadódnak. Ha megnézi... Hát ez valahol vissza fog, vagy valahol ez ki fog jönni? Hát nem fog kijönni. Nem fog kijönni, senki nem tudja ellenőrizni, de azt tudom mondani, hogy nem csak hitelesnek kell lenni a statisztikai hivatalnak, hanem hitelesnek kell látszani is. Ha megnézzük, hogy milyen árakat ír a statisztikai hivatal a honlapján, akkor azt lehet mondani, hogy hát ilyen árakon senki nem tud vásárolni. Én több előadást tartottam januárban is, nagy közönség előtt, és megkérdeztem háziasszonyokat, nem budapestiek voltak, több megyéből voltak, hogy hogy mit szólnak ezekhez az árakhoz, amiket itt felmutatok, és akkor most nem beszéltem még a nagyon vitatott energiaszámla elszámolásokról, tehát a vezeték és gáznak és a villamos energiának a kimutatott árcsökkenéséről, ami persze tudjuk, hogy nem következik be, mert az árszint nem változott. Még egy dolog, Matolcsy György mandátuma 2025-ben lejár. Az Index szerint sajtóhír közvéleménykutatásban mérik, hogy mennyire tartanák alkalmasnak, vagy jó jegybank elnöknek Varga Mihályt. Mit gondol, lehet Varga Mihály jegybank elnök? Hát itt bármi lehet, ebben az országban bármi megtörténhet, igen, úgyhogy nem tudok ezt hozzászólni. Csuha Ildikó kolléganő megkérdezte. Humán politikusa. Megkérdezte a pénzügyminisztert, aki azt mondta, hogy amíg szükség van a munkámra, és bírom a miniszterelnök úr bizalmát, végzem a feladatom, hogy tettem az elmúlt évtizedben is, mindent a maga idejében. Hát nem mondta, hogy nem. Mondta nem. Azt, nem, persze, nem mondhatja, nyilván nem mondhatja. De Varga Mihály azért, amit az utóbbi időben itt felmutatott a költségvetés szigorának védelme érdekében, hát az nem nulla volt, hanem mínuszos volt. Nem tudja, magyarul nem tudta védeni, nem tudta megvédeni a költségvetésben lefektetett hiányszámokat, a módosítottat sem, az először, másodszor, harmadszor módosítottat sem tudta megvédeni, nem tudta kivédeni. Csak szövegelt erről. Köszönöm szépen, hogy itt volt.